Május 1-én egész napos huszár találkozóra várták az érdeklődőket Karcagon. A programban huszár menet, bemutató, harc és játék, májusfaállítás, ügyességi verseny és szakmai tanácskozás is szerepelt. A nap folyamán nem csak huszárok, hanem vetyárok és pásztorok, illetve pásztorkutyák is megjelentek a nagy közönség előtt. Ismerős, hagyományőrző, hagyományt még élő, ismerős barátok, bajuszosok, kopaszok, őszek, feketék, mindenki megjelen. Úgyhogy emeljük poharainkat a feleségeinkre, a szeretőinkre, meg arra, hogy ne találkozzanak, egészségükre. Hajra a fiúknak adjatok ki egy kicsit. De mindent ne ígyátok meg védőital. Hölgyek, urak, szép asszonyok, köszönöm a felkonferálást. Hadd áruljak el olyan dolgokat magamról, Józsika bátyár itt, aki ő tudja, de sokan nem tudják, hogy hogy kezdtem a karrieremet. Egy egyházi kórusba kezdtem énekelni, csak sokan átértek más hitre, és abba kellett hagyni. Utána a Zenei Akadémiára jelentkeztem, azt is abba hagyatták velem, mert lisztérzékeny vagyok.
de nem adtam fel, nekiálltam komponálni. Tegnap például Szántor és Tihany közt a komponáltam, köszönöm szépen. Valójában egy igazi zeneszerző vagyok, ugyanis a festő az fest, az író az ír, a zeneszerző meg szerez. Szereztem én is egy részt az egyik nótám elejére, a Gülbabából, úgyhogy kérhetném az utolsó kívánságom, teljesítsétek. Nem szól már a muzsikája, most elbúcsúzunk, búcsút énkezünk. 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 Köszönjük a tanzosoknak.
Meg vagyunk! Viszontlátásra mindenkinek! Csókolom!